Csehország továbbra is minden támogatást megad az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajnának, és hozzá kíván járulni Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez építéséhez is. Jelentette ki Petr Fiala, cseh miniszterelnök kedden Prágában a cseh-ukrán kormányközi konzultáció után. Még a héten pontosabban csütörtökön Londonban aláírjuk a cseh-ukrán biztonsági együttműködésről szóló megállapodást is, mondta Petr Fiala újságíróknak a sajtóértekezleten. Csehország kész segítséget nyújtani Ukrajnának az Európai Unióhoz és a nato történő csatlakozás folyamatában is. Ukrajna és Csehország erős stratégiai szövetséget épít. Ez az együttműködés biztonságosabbá teszi Európát, és mindkét félnek előnyös, hangsúlyozta Denis Mihály. Az ukrán miniszterelnök, akit tíz minisztere kísérte a Prágába, újságírók előtt köszönetet mondott Csehországnak az Ukrajnának nyújtott támogatásért és szolidaritásért. Fontosnak nevezte, hogy több együttműködési szerződés és megállapodás aláírására került sor a Prágában. Külön kiemelte a védelmi ipar és a lőszergyártás területén megvalósuló együttműködést, és üdvözölte a Cseh cégek bekapcsolódását Ukrajna újjáépítésébe. Csehország területén az idén további 1700 ukrán katonát képeznek ki, mutatott rá Pet Fiala. Tavaly mintegy 1600 ukrán katona kapott speciális kiképzést Cseh területen.